Na mi van, cicóka? Mi nem mentél strandizni? Nem mentem strandizni, mert a tévében mondták, hogy a babák ne menjenek a napra. És? Hát én meg ugye Barbie vagyok. Azt mondják, ilyenkor a víz mellett jó. Tudom, teleengedtem a kádat és mellé ültem. Pedig a víz az nagyon fontos, mert ha nem lenne víz, nem tudnánk úszni, és így megfulladnánk. Hú, ezt most nem értem. Én sem. Figyó! Igen? Én úgy szoktam... Jaj, leesett az utolsó IQ-m, várjál! Szia! Hova teszed be? Azt már nem tudom, ma az az IQ-m leesett, ami azt jelzi, hogy hova kell visszatenni. Figyú, én úgy szoktam napcsizni, hogy sildes sapi, napszemcsi, törülköző, az végig a vállamon, egy részes fürdőruci, laza kis nyári nadrág, és perce napernyő alatt végig így napozok, nem égek le. Te figyú, képzeld el, én a múltkor elaludtam a napon. Tudom, szerintem is unalmas. Figyó, szerintem olvas könyvet. Jaj, nem szeretem a könyveket, mert amit olvasok benne, nem lehet lájkolni. Inkább néha bemegyek a vízbe úszikálni. Sajnuci, nekem nem lehet vízbe menni. Miért? Mert folyton hapcikázom. Mitől? Hát nem tudom, de a egészségműsorban a tévében bemondták, hogy aknés vagyok. Akkor kell hozzád aknékereső. Tudod mit? Akkor csak napcsizzál. De azt se lehet, mert a Facebookon meg azt írták, hogy melatomániás is vagyok, az nem tudom micsoda. Miért nem szedsz algériai medveszőlő gumót? Az jó. Figyuka, próbáltam, de nem merek, mert a weborvos.hu szerint amitrófiám van. A Életvíz magazinban ilyen értelmesen néztem én is akkor. Ez most sértés vagy búk? A te esetedben tök mindegy. Értem. Érted, jönnek. Jó. Igen, hamarosan. Figyelj, azt olvastam a interneten, hogy diomániás purpurám is van, abba szenvedek. És attól tűszöksz? Nem. Akkor mitől? Nagyon náthás vagyok. És ezt kitől tudod? A Ildi mondta. Figyelj ide, az nagyon fontos, hogy egészségesen kell táplálkozni. Én betegen is szoktam. Leesett a poén. Az IQ-d mellé? Most van egy új betegség, a Facebookon olvastam, az a neve, hogy elektroszmogos zsírallergia. Jó, nekem olyan kell! Én most B-vitamint szedek. Az mire jó? Egy fél hanggal mindent lejjebb csinálok. És miben van B-vitamin? Azt mondja, várjál, B-vitamin, banán, borsó, brokkoli. Ja, tudom, mert a banánban van B-vitamin, a citromban van C-vitamin, eperben van E-vitamin. És a zsájában? A K-vitamin. Biztos? Gondolom. Olyat honnan tudsz? Hát nem tudom, de a neten írták, hogy azt is kell néha. Most volt egy cikk, az volt a barinőm, tudod. Együtt voltatok bárányok? Egy helyre járunk nem olvasni. Na, most na. Pedig, mert most voltam olvasni, mert most volt egy cikk, az volt a címe, hogy 5 dolog, amit biztos nem tudtál a szexről.
És mit írtak benne? Például, hogy akik sokat szexelnek, elfelejtenek számolni. És mi a másik kettő? Nem három. Lehet, hogy négy. Mindegy, majd átküldöm a cikket. Te figyelj, nagyon szép fényes a hajad. Igen, mert zsíros. Júj, de mitől? Be kellett zsíroznom. Miért? Fészen írták? Nem, a samponra rá volt írva, hogy zsíros hajra. És ma hajat akarsz mosni? Igen, mert ma különleges nap van, írták az ezo.hu-n. Milyen nap van? Ma 10 millió szoros nap van, amit kívánsz, az 10 millió szor teljesül. Tényleg? Hát én besza behú... Jaj, ne!